Back baby! Sziasztok, én Goldi vagyok és itt vagyunk egy újabb vlog videóban. Igazából picit beszélgetősebb hangulat lesz ezek közben. Lehet lesznek ilyen actionök. De amúgy egy nagyon fontos dolgot szeretnék nektek elmondani, hogy hamarosan érkezik a Lángoló Akadémia első évad negyedik része, amivel egy picit beindul inkább a fő sztori. Mert eddig ilyen, hogy mondjam, ilyen kezdő szettek voltak, tudom, hogy ez a három résznek is fél év kellett, hogy elérkezzen. Storytime-os korszakom, ami négy részt élt meg. Tudom, hogy az összes sorozaton körülbelül pár részt élt meg is, egyik se élte túl azt, hogy megéljen egy második évadot, vagy egy finálét, vagy egy ilyesmit. Első évad ötödik részétől beindul a sztori, és mivel ismerem nagyon magam, és attól félek, hogy ez a sorozat így azt terveztem, hogy első évadban le fogom zárni, de egy finál évad. Azt akartam, hogy nem ilyen beszélgetős vlog lesz, hogy James Watt-ba ülök, amúgy tudom, hogy ez egy új James Watt, adjatok kommentbe egy új nevet. Hasonlót, mint James Watt-ot. Kint nagyon hülye idő van, pedig volt egy jó kis vlog ötletem, de olyan hülye idő van, hogy nem. Nagy szél van, és közben esik is a hó. Így a arcomba csapódik a hó. Nézzétek! Egy elkóborolt jeges medve. Jaj. Nem állna meg. Gyerekek, van egy probléma. Várjatok. Ne ismerjenek fel. Bár minden már. Találkoztam Paxellal. Kedvet fogtam vele. Hát... Pofán basszom. Sziasztok. Paxellent. Nem tudom, hogy ki ismerte a sorozatot, vagy ki nézte. Hát, ha valaki felismeri ebből a naplóból, vagy ebből, Rejtélyek Városkája fan voltam és vagyok is. Karácsony körül, de újra néztem az egész második évadot, meg az első évadot is, és fú, gyerekek, teljesen amúgy megcsináltam az egészet. Én ajánlom a sorozatot, aki szereti a skifit, de úgy szereti, hogy ugye ez egy rajzfilm. Az egyik legjobb sorozat, amit valaha életemben láttam. A harmadik naplót meg odaadtam még általános soriba egyik osztálytársamnak, és hát azt nem kaptam vissza végül. 2018-ban követték a csatornát, néztek, vagy akik visszanéztek a 2018-as videókat, azoknak emlékezniük kell erre a karakterre, erre a kis plüsre, Pikachu-ra. Körülbelül két videómban szerepel, de úgy éreztem, hogy eléggé jelentősége volt a videókban azokban. Ezt fogni, ezt a püst, eszembe jöttek a 2018-as emlékek. Így nem csak videózásilag, hanem így az egész 2018, és tök jó volt az a év. Mindenesetre még mindig köszönöm, hogy itt vagytok a csatornán lassan 4 éve. Nem tudom felfogni agyilag, hogy 4 éve videózok, 4 éve. Sose gondoltam, hogy eddig ki fogja bírni a szervezet. Mert állandóan ezt iszom. Állandóan Pepsi-zek. Egy olyan srác voltam, egy olyan kisfiú, aki 12 éves, 13 éves volt, Owen McElry Fluff végigjátszásokat nézett is, azon álmodozott, hogy egyszer ő is kitelte az animációit, a Fluffos animációit is, és egy kis közösséget, nem váltam nagyra, nem az volt, mint a mostani kis videósok, hogy 100 000 követő, de pénzt szerzek YouTube-on. Én csak azt akartam, hogy megosztam az emberekkel a kis rajzaimat, amit azon a döglött laptopon csináltam, és egy videó végére kinyitok egy Pepsi. Ezt a 4 évre, még áprilisig van még egy kis idő, de még 4-et kívánok, hanem 400-at.